Nem tudom, ti hogy vettük, nekem a motto mondhatni, úgyis a minél nagyobb, annál jobb. És nem turbós! És hát sziasztok! És Markó Madarasról jelentkezem. Ugye te láttad a videót, ezt a videót pontosabban, hogy ugye otthonról mondtam, hogy az a hosszú beszélgetős videó által, hogy itt leszünk és itt találkozunk. Nagyon sok minden történt. Az a helyzet úgy, ahogy megérkeztünk, az első dolgunk ugye az volt, hogy a 35-ös csúcsot akkor rakjuk be. Hát, az adagoló nem bírta. Úgyhogy egyelőre a 26-on van, kicsivel több finomítgatással, és ez így fog maradni. Most már sorba állok, ugye mi a tegnap kint voltunk, nem videóztam, nem csináltam semmit, mert inkább az autóval foglalkoztam, hogy akkor legyen jó, és amennyire lehet tudjuk összehozni, de viszont az a helyzet, hogy akármilyen jót akar az ember, annál rosszabbul a mechanika és a fizika belé szól. Ez van, megtörténik bárkivel. Úgyhogy a 26-tal tudja a dolgát, úgy ahogy, és most állok sorba. Lássuk a gyakorlásokat, és utána megyünk dízeltallira is. Úgyhogy a mai nap egy kicsit ilyen hosszasabb lesz. Kicsi videót most láttatok arról, hogy akkor hogy sikerült a gyorsulás, és akkor majd megyünk át a dízeltallira, és onnan is fogok mutatni egy jó pár autót és helyzetet, hogy akkor mi van, és hogy és már meddig. Úgyhogy most egyet-egyet gyorsulgassunk, és lássuk, hogy mi van, és utána akkor nézzük a kocsikat is. Tegnap megnézték a portugálokat, a franciákat, mindenki gyerekek, kikeresték, 9-9, bal oldal, lesz-e jobb? Lesz-e jobb? És 2.32-es befutó gyerekek, 2.32 km per óra, lopakodó üzemmód, 2.24, 10,2. Szilágyi Laci, 11.3-as idővel, 207-es befutó sebességgel. Na, ez jó, csak menjen tovább, nagyon-nagyon jó a Szilágyi Laci. Szerintem ez 11.3 alatt kéne, hogy legyen, ha megy a vége. Ó, 10.96. És akkor... Szuper DS-esek és a közönség 954 pluszosó kvalifikációnál nincsen a reakció. Yeah.
jaj, Sika, azt nézem, mit csinál! Ó, baszeg! Maga szól a jó zene. Jaj! Ezernyi nyelven szól. Menjünk utána gyorsan, így van.
Azt a mindenit. Azt sem tudom, hol kezdjem. Mindenféleképp egyszer hova kezdem, hogy hát azt hiszem a nyári test az megvan. Nem is számít. Hogy is kezdjem és hogy is mondjam az egészet jobbra-balra. Az a helyzet, hogy kisebb és apróbb és nagyobb bajokkal is meg kellett úgymond küzdjünk a hétvégére, és bajlódjunk, hogy legyen úgy, ahogy most van körülbelül. Na de, sikeresen 1-2-3, jó. Pár autót el is kaptam, ami olyan volt, hogy amit itt tudtam segíteni. Szia! Mostani helyzet, ami a legnagyobb, ahogy elmondtam nektek, hogy ki fogunk érkezni, és az első dolgom az lesz, a 35-öt belérakjam, a porlasztókat. Ez így is történt, az első fél órában már meg is volt, na de... Jó. Na de az a helyzet, hogy abban a pillanatban, hogy belé került, az adagoló fel is adta a szolgálatot, és azt mondta, hogy hát nem fogsz te velem többet kínlódtatni dolgokat, úgyhogy ő szépen itt azt mondta, hogy kösz, de nem. Most fúj a szél. Szia Petri! Jövünk, gyertek augusztusban is velünk! Jövünk! Úgyhogy ő azt mondta, hogy feladja a szolgálatot. Igen, nagyon hangzavar van itt, de ez a jó benne, adrenalin. Szia Varga! Szia barátom! Hol mész? Megyünk, megnézzük itt a képeket. Jó! Nagyon imádok mindegyik őtöket és mindenkit, aki itt van tényleg. A dízzel találkozóra, hát hogy is kezdjem és hogy is mondjam. Oké, és hogy a dupla kipufogó rendszert sikeresen összehoztuk, és vagány lett, és jó lett, és minden. Na de az a helyzet, hogy azt se gondoltam volna. Az első 5 vagy 6 másodpercben már úgy kb. Leparkoltam, és hát akkor ennyi volt. Mondom, akkor jó, akkor köszönöm, és jövőre találkozunk. Nem probléma, persze, nyilván értem. Most semmi rosszat nem mondok, ez teljes mértékben ilyen a versenyzés, és ilyen ez a... Nem is tudom, versengésnek lehet a leghelyesebben megnevezni. Nem is az a probléma. Na, visszatérve a gyorsulásra, tavalyhoz képest nagyon-nagyon-nagyon sokat, másfél másodpercet tudtam javítani, ami már... Úristen, nagyon tökéletes. Na de... Csak vannak olyan apróbb hibák, amiket meg kell oldani. Most az elődöntőbe, a kettes szinkron, a váltóba, a kapcsoló szekrény váltó, nem is tudom, hogy mondjam. Ő azt mondta, hogy na akkor szia, nem kínlódok tovább, és elment úgy kb. Havára. De nem probléma, tehát tudjátok, ilyenkor úgy kell, odamész, gratulálsz a ellenfelednek, ügyes volt. Ez így van, hány, nem kell mérgelődni ezekért, nem kell lecsüggedni ugyanúgy, se a hangversenyért, se az ilyesmiért. Na, és mivel, hogy ugye a 35-öt nem fogadta el az autó és az adagoló, így a 25-tel kellett még egy kicsit finomítgatni, 25-26-tal, bocsánat, a 26-os porlasztó csúcsokkal voltam úgymond egész hétvégén, mert avval működött az autó. Hát nem mondom, hogy tudtam, mert nem mondhatod ilyenkor, hogy tudta a dolgát, de avval működött, és lehetett nyugodt szívvel menni, és úgymond amiért jöttünk, azért próbálgatni. A váltóval őszintén nem tudom, mi történhetett. Az a nagy helyzet, hogy ki volt próbálva tegnapi nap, és a gyakorlásokon viszont nagyon könnyen vette, de viszont érdekesség volt az egészben az, hogy az LSD diffizár mind nyitott ki. Most nem tudom, hogy miért, és nem is annyira érdekel az. Ez van, ez megtörténik bárkivel. Úgyhogy most legalább tudom azt, hogy mivel kell otthon foglalatoskodjak a következőre. Nagyon nagy szeretettel meghívtak a júniusira, az augusztusira és a szeptemberire is. Viszont lássuk, hogy mint lesz ebben.
az augusztusi az egyszer 1100%. Nagyon köszönöm szépen, ti vagytok a legjobbak. Az összesen, akik idejöttetek, és akikkel tudtam legalább 5-6 szót váltani, hát imádlak titeket, tényleg egyszerűen. Ezt így gondoltam el, azért is mondtam el, hogy nyugodt szívvel gyertek, hogy beszélgessünk, nem kell félni, nem harapok, nem semmi. Úgyhogy ez így nagyon jó volt. Na, de hát mit is mondhatnék, most lassan indulunk mi útnak haza, egy kicsit érdekes lesz a kettes váltás nélkül, na de megoldódik, szerencsére létezik 1 000 000+6 ilyen DRV 6-os váltó, és avval lesz, hogy ezt le, szét, másikat is szét, és kettőből egyet, vagy lássuk, vagy egy teljes másat kap, ez kiderül. Az adagolót meg az fog kapni egy adagoló generált, több mint valószínű le lesz véve, nem tudom még pontosan kivel, hogy már meddig, de valakivel megoldatom, és akkor már jó nyugodtan mehet a 35 bele, és aztán majd lassan készülünk a következő versenyre. Amit még nagyon köszönök az, hogy mivel hogy itt voltam, ugye hívtak Aradra is, lássuk, az kiderül, hogy mind, hogy merre, hogyan lesz. Most aztán lassan készülődünk. Tényleg köszönöm nagyon szépen, hogy az előtt 6-os csapat itt volt, amennyivel tudtunk az egészen, és rengeteg mindent ki tudtunk próbálni. Jaj, ne is mondjam, hogy igen, nem szlikeken mentem. Az a helyzet, hogy leárasztva egyáltalán nem tudtam vele menni. Na de mindegy. Ha, és el is indultunk ugye hazafelé. Még mielőtt elköszönnék, el szerettem volna mondani, hogy pillanat, ezt így ázi, ásosztályom. Még mielőtt el szerettem volna tőletek köszönni, gondoltam, hogy elmondom, hogy nagyon-nagyon vagány volt az a hétvége is. Tökéletesen elkaptuk úgy, hogy szerettük volna. Mondom, ez egy olyan hétvége volt, hogy rengeteg tapasztalatot hoztunk el abból a szempontból, hogy akkor lássuk, hogy mit kell és hogyan kell következőre csináljunk. Lebarnultunk nagyon. És van, amivel még foglalatoskodni, de megoldódik az is. Mindenféle forma módon dízel privátnak, hajtómotorsportnak, sorolhatnám így a neveket egész végig VRT parcnak, mindenkinek, aki egyszer segített és tudott egy apróságot is nyújtani, hogy én jussak el ide, nagyon szépen köszönöm. Még egyszer el kell mondjam ugye, hogy török lehet, hát akárhányszor egy minden videóban fogjátok azt őt hallani, az ami biztos, akivel együtt dolgozunk, és ha ő nem lett volna, sok minden nem lett volna. Megvan ez is oldva szerencsére, el vagyunk indulva hazafelé, többé-kevésbé apró hibákkal, de hazaérünk, az ami biztos. És ez egy ilyen tökéletes hétvége volt. Mondhassuk így is. Nagyon-nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltál ennél a videónál is. Mindenféle forma módon, ami 100%, hogy augusztusba jövünk, 1 100%, hogy itt leszünk, és akkor több időt fogok jönni, több időt fogunk jönni, több időt leszünk itt, több mindenre lesz lehetőségünk. És találkozunk mi következő videókban, mindenféleképp élőben, magyarokkal, veletek itt, ami a legbiztosabb, és videóban meg többiek mással is. Nagyon köszönöm szépen, ne felejtsátok feliratkozni, lájkolni, kommentelni, hozd meg egy-egy ismerősöddel, hogy ő is láthassa ezt a hétvégi videót, és nagyon köszönöm szépen a sok embernek és mindenkinek, akivel találkoztam, mert ti vagytok a legjobbak. Úgyhogy találkozunk következőkor. Sziasztok!